Hát nyari jó üdvözlő, mindenkinek áldosság. a Nyugyancsi Nosvágy Zsolt vagy, ez pedig itt a Zsoltáim Youtube csatorna. Szólok az elején, de majd csak a végén döntsél róla, ha szeretnél, akkor iratkozzál fel. Engem ez tényleg megtisztelsz, és köszönöm szépen. Meg lájkolj, meg kommentelj, meg mit tudom én ilyenkor, amit akarsz. Ja, meg ne felejtsétek el, csajok, hogy még mindig vannak, tehát hogy ezt megtartottuk kollekcióba, kifejezetten nőknek szóló pólóinkat a mottothu az a mi kis webshopunk, tudjátok. Szóval az a lényeg, csajok, hogy még a nőnap óta mindig titeket tartunk a legcsodálatosabbnak, úgyhogy, úgyhogy ott van a sokban nyugodtan nézzétek meg, hogy miket szántunk nektek. Na, de nem ezért vagyunk itt, de csak gondoltam elmondom, az elején le tud írni a komment szekcióba. Reklám, reklám, miért kell mindent az elején elmondani, miért a végén mondnád el? Ö, hát ezért, hogy le tud írni. Na, ugye az van, hogy hát a komment szekcióban megszaporodott a Berki neve, ami egyrésztről kicsit jól esik, másrésztről pedig, pedig nem. Elmondom, hogy Miért, miért örülök ennek? Mert akkor ezek szerint kíváncsiak vagytok a véleményemre, és köszönöm szépen, hogy, hogy hogy meghallgattok bizonyos témákba, vagy meg akartok hallgatni bizonyos témákba. A másik része a nem pedig az, hogy itt inkább mondjuk lehet, hogy inkább csak a Mónika sózás, meg, a, meg itt a, a, a balhé az, ami sokakat ő, izgat. Megint egy olyan téma, amivel kapcsolatban rengeteg levelet kaptam, és Foki Csopi beszéltem pénteken, és mondta, hogy neki szombaton megy ki egy videója, és megint hazudtam az Ádámnak, hogy kérdezte, hogy, hogy, hogy neked erről lesz videód, és mondtam, hogy szerintem nem, mert hogy, mert hogy én már igazából mindent elmondtam. És továbbra is ezt tudom mondani, hogy, hogy mindent elmondtam, hogy én egyszerűen nem lehet véleményem erről a dologról. És nem azért nem lehet véleményem erről a dologról, mert én voltam a Live tv be ahol a Berki dolgozott, vagy mert nekem a Berki pénz fizet, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy itt, ez, tehát vannak olyan dolgok, vannak olyan tények, ahol egy vélemény az, az, az hiteltelenít és bagatelizál inkább, vagy elveszi a, a fontos dolgokról a, a figyelmet, vagy egyáltalán hajlamos bármilyen irányban eltolni egy történetet. Itt, és tudom, hogy Ádi csinált egyébként, ő mondta, hogy, vagy láttam, hogy, hogy csinált videót, viszont szándékosan nem néztem meg, nem akartam, hogy semmilyen irányban sem úgy befolyásoljon, de hát a címből egyébként, belinkelem nektek ide a videó alá, a címből egyébként sok mindent elárul, de az a lényeg, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy tökéletesen kifejtette erről a véleményt, úgyhogy ha egy ilyen hosszabb, belősebb dolgot szeretnétek, akkor nézzétek meg Ádám videóját. Én viszont azon az állásponton vagyok, hogy egyszerűen nem lehet véleményem erről. És nem azért, mert hogy a Berkit azt gondolom, hogy ő magánemberként más, mint a tévében. Ezt, ezt azt gondolom, hogy soha többet nem fogom kimondani. Tehát, hogy innentől kezdve tök mindegy. Tényszerűek a dolgok. Bármit te sírva-zokogva mászkálhat pünkös fürdőn a Berki Mazsi, és próbálhatja meggyőzni az internet népét, hogy az ő pasija nem akart büntetőfékezni, és nem akart bántani, és nem akart úgy előzni, és nem dudált, és nem fékezett, és különben is ez egy baleset, és különben is a BKK ö, 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 utazik a Berki Krisztiánnak a politikai karrierje, Figyelj, amikor ezt meghallottam, hogy Berki Mazsi egyáltalán egy pillanatig is elképzelte azt, hogy Érted? Érted, hogy miért nem lehet véleményem? Ezek tényszerű dolgok, ezek abszurd dolgok. Ott egy felvétel. A felvételen minden látszik. Be se vágom ide a felvételt. Annyira egyértelmű. Mi történik? Megtörténik, kimegy, bejön, bum, kész, ennyi. Tehát, hogy itt nincsen mit magyarázni, hogyha kiderül a motorosról, amire azért vagyunk, vagy elég nagy esély van, az is a Berki Krisztián, akkor meg tényleg, tehát most erről kell beszélgetnünk? Tehát kértétek a véleményet, kérdeztétek a véleményet, mégis miről? Miről? Miről mondja el nektek a véleményemet? Arról a dologról, hogy. A, tehát, hogy a, az egyértelmű dolgokról. Hát itt nincsen, itt nem, nem létezhetnek vélemények, itt nem létezhetnek különböző igazságok. Itt egyetlen egy igazság létezik, hogyha ez a pasi tényleg bebizonyosodott hogy amit ő ott csinált, azt ő szándékosan csinálta, már pedig videófelvétel van róla, tehát nem arról az, hogy hasára csapott a buszsofőr, aki utálja Berki Krisztiánt és el őt lehetetleníteni a politikai karrierjétől, és azt mondta, hogy bebüntető fékezett, hanem egy felvételt látunk róla, akkor ebben az esetben börtön jár. Tehát én, én, én nem, nem finomkodnék ezzel, mert minden, az egy nagyon fontos dolog, hogy te amikor büntető vagy amikor te úgy gondolod, hogy te jaszkalizol, és valaki előtt a satúféket nyomsz, hogy jó móresre tanítsad, ott csak is a szerencsének köszönhető, hogy nem sérülnek, vagy nem halnak meg emberek. És ebben az esetben is csak is a szerencsének köszönhető. És mondhat a Krisztián bármit, mondhatja, hogy így történt, mondhatja, hogy úgy történt, az a baj, hogy egy kamerafelvétellel nem tudsz mit kezdeni. Tehát amikor ott pontosan minden látszik, már pedig ezen a felvételen elejétől a végig minden látszik, a zebrán való előzés, nem vagyok annyira jártas a, 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 a nekem nincsen jogosítványom, de azt még én is tudom baznak, hogy zebrán nem előzünk. Érted? De hogy, de jó, közben, oké, okay. Berki Krisztián persze nyilvánvalóan ártatlan, és, és, és Mazzi is ártatlan sírja őt, de, de ez, ez, a magyarázat az nek, hogy politikai karrierét akarja valakit tönkretenni. Azért ez nagyon fontos dolog tudni, hogy Berki Krisztiának tulajdonképpen semmilyen karrierje nincsen. Tehát, hogy, hogy, minden, minden egy illúzió, és leginkább egy vízió, ami az ő életében van, amit saját maga és egyébként a kedvese is ő, ő próbál megteremteni. Na mindegy, szóval, hogy... Összegezzük ezt a részt, és utána áttérek arra a témára, amiről valóban akartam beszélni. Tehát egy Berki Krisztián esetéről, büntetőfékezéséről, emberek veszélyeztetéséről, eh... Itt, 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 nem születhetnek vélemények vagy részemről, nem születhetnek igazságok részemről, nem kellhetek senkinek a védelmére, nem, ö, nem, is, nem is, ítélkezhetek senki felett, mert ez nem az én dolgom. Tehát, hogy ez már azt gondolom, hogy erről a dologról beszélni, tehát ez olyan szinten túlnőtt egy, egy youtuberen, egy renter videóson, tehát ez büntetőjogi kategória. Itt nincsen, komolyan mondom nektek, nincsen miről beszélni. Hogyha, hogyha, teret engedsz egy vitának, és egyébként engedsz a nyomásnak, vagy esetleg beszállsz egy vitába, és nem tényként közled azokat a dolgokat, amiket egyébként minden ember, akinek van kettő darab szeme, de egy szemmel is szerintem tökéletesen látható, tehát ami ott, ott a felvétele látható, akkor, akkor arra engedsz következtetni, hogy, hogy esetleg itt lehet más igazság, esetleg itt a berkinek nincsen felelőssége, esetleg mégsem úgy volt, ahogy, építkezés nézett, be akart kanyarodni, ki akart kanyarodni, le akart állni, de nézzük már egymást hülyének, gyerekek. Úgyhogy, úgyhogy ennyi. Hát a másik pedig, ugye, amiről alapjában véve akartam beszélni, és akkor így megtoljuk a bulvár hétfőt, ígérem, Á, de basszus, a szerda is egy kicsit bulváros lesz, hogy olyan vendégem lesz az egy kanapénba, akit egyébként én nagyon kedvelek, de még nem lövöm le, majd holnap megtudjátok. Na mindegy, majd, 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 látni fogjátok. Szóval, na akkor péntekre majd hozok nektek valamilyen nagyon száraz közéleti témát, valami nagyon durva társadalmi problémát. Jó, ígérem, összeszedem magam, ezt még nézzétek el nekem. De hogy, hogy a Dezső Bencének volt egy videója, elfelejtettem a címet, bocsánat, ezt meg kell néznem. Jó, pedig esküszöm, hogy láttam, megnéztem. É, igen, már nem vagyok ugyanaz. Már nem vagyok ugyanaz címmel. Ami az a megtiszteltetés ért, hogy a, az én hangomat, az én egy soromat vágta be a Bence. Nem tudom, hogy azért, mert soha senki más nem mondta ki még ennyire ö, egyértelműen és nyíltan, amit gondol róla, vagy, vagy, vagy annyira meghatotta az én véleményem, nyilván ezt nem gondolom így, vagy egyszerűen csak tényleg ez az anyag volt használható, inkább mondom tényleg ez a, ez a legelképzelhetőbb. De hogy született arra egy videója, hogy nagyon sokszor van egyébként. Alkotói válságban úgy érzi, hogy sokszor olyan dolgokat csinál, amit, amit ő nem szeretne, de tudja, hogy a közönsége elvár tőle, és itt jegyezném meg, hogy valamilyen szinten értem. Én azért nem így fogalmaznék, de, de például sokszor vagyok én is presszionálva bizonyos témákban, amikről, hogyha nem beszélek, akkor meg vagyok mondjuk bélyegezve. Na, bezzeg erről nem beszélsz, tudod? És így ilyenkor azt érzem, hogy lehet, hogy amúgy is beszéltem volna róla, de mondjuk így közöns, a közönség nyomására így már, így már, egy kicsit más fekvése van a gyereknek. Úgyhogy, na mindegy, Bence arról beszélget, hogy ő szeretné egyszer is mindenkor a maga mögött hagyni a tartalmatlan Dezső Bencét, legalábbis én ezt szűrtem le ebből a filmből, és szeretné egy tartalmasat. Gyönyörűen van képezve a film, gyönyörűen van vágva, gyönyörűen van zenélve, gyönyörűen van fényelve, gyönyörűen, tényleg az utómunka maga, a felvétel, az utómunka, a, a narráció, Minden, figyelj, ez e, e, nem, nem, kifogástalan a film, tényleg. És még a tartalom is az, amennyiben a Bence komolyan gondolja. Én mindig nagyon tudok üdvözölni ilyen dolgokat, és tudjátok, hogy bárki azt mondjátok, hogy naív pöcs vagyok. Én mindig elhiszem elsőnek, amikor valaki azt mondja, hogy meg akar változni, vagy nem akar ö, olyan dolgokat csinálni, vagy vagy tartalmat akar gyártani innentől kezdve. Én, én mindig elhiszem. Ö, aztán Bencinek kijöttek még videói, tulajdonképpen ö, mindenki sírt, aki látta az ő köreiben. Ez még szerintem nem a tartalmas része volt, ez még inkább egy kicsit ilyen. Hatás vadász. Kedvenc jelenetem, figyelj a, 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 a csaja, szerintem ha egy, egy okádik tőlem, csak egy képet szeretnék nektek megmutatni, amikor, föl, amikor az én hangom van a videóban. Nem akarom ide bevágni a, a videót, nehogy aztán itt ilyen szerzői jogi követelésekkel kelljen szembenéznem, de hogy így se a kislány, és közbei. Így okkádik tőlem, egészen elképesztő, aranyos. Soha nem bántottam pedig, szerintem, tehát, hogy meg a véleményt is mondok valakiről, hát ez nem, nem bántás, bármikor leülök velük sörözni ettől függetlenül. Uh, na mindegy, és aztán most jött egy videó, bocsánat, ennek is meg kell néznem a címét. Tények, amiket nem tudtál a nagyvilágból, lehet, hogy Bence most így már a tartalom részére erre gondolt. Mondjuk ez egy fura ö, dolog, hogy, ö, de hozzáteszem egyébként, tehát hogyha ilyen videókat fog gyártani Bence, szerintem az is tök oké, okay. tehát az is, az, is, az is tök jó, de szerintem van annyi ebben a srácban, hogy, hogy tudó ennél ö, egyedibbet is ö, Ettől függetlenül viszont becsülettel végignéztem a videót, mert kíváncsi voltam, hogy most akkor ez már az új vonal. Szerintem ez lehet, hogy ez az új vonal, illetve látom, hogy a másik csatornáján pedig vannak neki ilyen ö, véleményes, hogy mondják ezt, amikor így reakció, reakció videó, jó, én kérdezem, mindegy, nem tettőr, hogy vele hétfő van. Um, tehát van ilyen reakció videó, ráadásul hajnal, uh, van ilyen reakció videó is, ami különböző zenékre reagál, úgyhogy lehet, hogy ez az új vonal, Téhává várjuk még kíváncsi, hogy mi lesz az új vonal. Most még most még erről itt túl sok minden szerintem nem is nagyon lehet mondani. Kettő dolgot azonban kiegészítenék ezekből a tényekből, amiket mondott a Bence. Az egyik az olyan volt, hogy Kubában nem lehet kapni coca Kubában egyébként lehet kapni coca import termékként. Hivatalosan, tehát hogy úgy, mint Coca-Cola valóban nincsen jelen az országban, meg a Pepsi sem. Tehát ugye nagy Coca-Cola, Pepsi reklámokat nem látni. Ha belegondolsz abba, hogy internet sincs nagyon Kubában, akkor igazából azt gondolom, hogy a Coca-Cola az egy olyan dolog, amit el tudsz engedni. De kapni helyi kólát például, tehát hogy helyi kóla az ezzel szemben ugye van. A másik pedig a csípősségre vonatkozóan, ez a téma, ez engem különösen foglalkoztam. Imádok elmerülni a scoville világában, hogy most jelenleg a pepperix az, ami a legcsípősebb paprika, de hát mindig tanul egy újat az ember. Ugye a sárkány lehelete az csak a második, és akkor előtte volt azt hiszem a kaszás nevű, de ebben már nem vagyok biztos, azt tudom, hogy, a, hogy, 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 nem sokkal rá egy évre kioszták a sárkány lehellete után ezt a Pepper X et ami, 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 sokkal erősebb, mint, mint az elődje. Illetve, ami még nagyon fontos dolgok, ha már tényekről beszélünk, Bence azt mondta, hogy nem a mai orvostudományban használják ezt, de ezeket a paprikákat ezeket úgy használják orvosi célra, hogy például aki allergiás az érzéstelenítőkre, a helyi érzéstelenítőkre, akkor ebből a kivonatból azért természetes anyag, természetes kivonat, ezzel tudják pótolni, hogy de a modern orvostudomány egyébként meg a videóban szerintem tök cukik, meg tök ez a forrát, hogy egy ágyban fekszenek és ilyen tényekről beszélgetnek. Ha ez marad, szerintem az is tök oké. Okay. Tehát, hogy, hogy Szerintem nincsen, nincsen ezzel baj. Na jó van, hát figyelj, ennyit a bulvár hétfőről. Bencének egyébként írtam privátban is, de itt is elmondom neki, hogy nehogy az legyen, hogy én nem vállalom uh, nyíltan a véleményemet, hogy én nagyon sok sikert kívánok neki, és gratulálok, hogy eljutott ehhez a, 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 döntéshez, ehhez a mérföldkőhöz. Az, hogy az én hangom van a videóban, csak arra következtetni, hogy én tehetek erről, én, én változtattam meg egymagam Dezső Bencét. nem mennyire jó vagyok nyilván nem, de ettől függetlenül csókoltatom a kis barátnőjét is, ha utál, akkor még jobban csókoltatom. Vendégem egy bármire, ne, ne utáljon, ne utáljuk egymást, tökre lehet rólam véleménye, meg, meg, meg nekem is van a bencére, de ettől függetlenül nem utálom és szurkolok nektek. Na, hát igen, Berki Krisztián Soha, de Bence azonban elkezdett megváltozni, ezzel zárnám a videómat, csodálatos hetet kívánok mindenkinek, legyetek jó szerdán, egy-egy kanapén rész, aki lemaradt, kimaradt, tudjátok, durva beszélgetés lesz az is egyébként. Na jó van, titeket, legyetek áldottak! Sziasztok!